Na. Sziasztok, Máton Péter vagyok, a Nezinszeknél dolgozok, viszont ma a Blue Factory-ról fogok beszélni. Ha vár. Lefelé. Lefelé, oké. Okay. Szóval mi a Blue Factory? A Blue Factory egy automatizált sörfőző, egy hobby projekt, és ami a legfontosabb, hogy minden modulja open source, tehát bele tudtok vágni ti is. Viszont miatt mi belevágunk, egy kicsit hagyj beszéljek a sörfőzésről, hogy érezzétek, hogy miért fontos ezt automatizálni. Hogy kezdődik a sörfőzés? Először is van egy kegünk, ami itt egy commercial keget láttok. Pont ugyanolyan, mint ami minden sörcsap alatt található a kocsmákban, le lett vágva a teteje, be lett rakva két fűtőszál és egy hőmérő, de erről majd részletesebben később. Ebbe belerakod a vizet, hozzáadod a malátát, ezt elkezdett keringetni, elkezdett melegíteni a sörfőzetedet, amiben hőlépcsőket tartasz, ami nagyon fontos, mert át kell alakítanod a malátából kimosott szárazanyag tartalmat az enzimek segítségével keményítővé, hogy majd az erjedésben ezt cukor és így tovább alkohol váljon belőle. Tehát ehhez kellenek a hőlépcsők, mert az enzimek más hőlépcsőkben szeretnek dolgozni. Utána felforralod a sörödet, ami egyrészt egy jó fertőtlenítő fázis, másrészt itt adod hozzá a komlót, ettől lesz az IPA például citrusos. Ezután le kell hűtened, és hozzáadod az élesztőt. A hűtés igazából ahhoz kell, hogy ne halljon meg az élesztő. Ezután belerakod egy ilyen, igazából ez egy ilyen erjesztőtartály, amiben sörtípustól függően hetekig, hónapokig benne erjeszted, miután palackozod, viszont a palackozásnál még hozzáadsz egy kis mézet vagy cukrot, a másik erjesztésre, hogy szénsav is képződjön bele. Ugye ipari sörfőzésnél tudnak nyomás alatt csapolni szénsavval, mi nem tudunk otthon nyilván. Ezt követően pedig pár hét után el tudod fogyasztani. És így ez mennyire nehéz? Igazából maga, amikor itt a hőlépcsőkről volt szó, látjátok, hogy egy elég nagy 4 órás időtartamról van szó, ezt ha neked egy hőmérővel benne lógva és egy gázrezsót szabályozva kell szabályoznod, akkor ez elég nehéz. És mi van, ha automatizálod? Akkor igazából ez a legjobb része az egész sörfőzésnek, mert nem kell semmit csinálnod vele. Na és hogyan lehet ezt megcsinálni? Mint említettem, van a kegünk. Ez tartály, miben beleépítettünk egy szűrőt. Van egy pumpa, ami keringeti az egész rendszert. Itt szívja be a vizet alul, és felül pedig jön ki a dózsából a víz. Található még benne 2 fűtőszál alul, és egy ilyen kis részhüvelyben egy digitális hőmérő. Ez az egész igazából a fűtőszálakat kapcsolgatjuk elé segítségével, PWM-mel, és nyilván olvassuk közben a hőmérsékletet. Ezt egy apró device vezérli, ami egyébként egy Arduino kompatibilis IoT device, ez a SparkCore, ennek az a különlegessége, hogy adnak hozzá egy felhőt, amivel tud kommunikálni, és így sokkal egyszerűbb a kommunikációt megvalósítani. És hogy néz ki az egész Blue Factory család, mivel ez több modulban áll. Itt látjátok az egyes számmal a tartályt, erről már meséltem. A 2-es szám a kis hardware, ami kommunikál egymással, és a 3-as maga a Sparknak a cloudja. Igazából odaért kezdnek be az eventek, illetve ott egy API-on keresztül vezéreljük a Sparkot. Viszont az egész rendszernek az agya, az a BrewCore, az 5-ös számú, ami egy Node.js webserver, egyszerre kommunikál a Spark Cloud-dal, illetve gyűjti a logokat egy MongoDB-be, hogy az egész sörfőzés megismételhető legyen. Ez kiszolgál egy Blue UI-t, ami egy web application, egy isomorphic application, Flux-el, React-el, minden jósággal. És van még a Blue Mobile, ami pedig egy Swift-ben írt iOS client, most épp most készül a reaktív változat, nem általam. Ez az architektúrája az egész Blue Factory-nak, és igazából én ennyit szerettem volna elmondani, azt is az architektúrát azért mondtam el, hogy lássátok, hogy mennyiféle technológia van benne, és ha érdekel titeket, akkor csatlakozzatok, az egész projekt open source, úgyhogy könnyű ezt megtenni. És köszönöm a figyelmet. Kérdés valakinek? Hallgatlak? Mi történik? Tehát a folyamat az mennyire függ attól, hogy zavartalan elmet kapcsolatot? Nagyon jó kérdés. Igazából maga a Spark Device úgy van megírva, hogy miután igazából egy adott hőmérsékletet tart mindig. Tehát ha elveszi a net kapcsolat, akkor nem történik semmi, ha nem tartja a hőmérsékletet. Igazából ettől nem megy tönkre a sör, ha te 3 órán kell szűnni azon a hőmérsékleten tartod, úgyhogy ilyen szempontból üzen biztos, csak lassan készül a söröd. Nem tudom, jó
rajta, soha nem kezdjük onnan. De miért kellett ezt ilyen bonyolultan? Miért kell hozzá internet? Igazából nem tudom, például a dolgokat akarsz gyűjteni, persze rákötetted volna egy laptopra, de egy teljesen automata, tehát nem kell hozzá számítógép, meg semmi. Igazából tényleg előveszed a mobilodat, és arra tudod monitorozni, közben a logok nem a mobilodon gyűlnek, hanem egy adatbázisban. Igazából ennyi volt mögötte a gondolat. Konkrétan előfordult már az, hogy egy ilyen történetet mondjak, nyilván nem egyedül csinálom, többen csináljuk. És Balázs, aki inkább a sörfőzés és kémiai oldalban van benne, ő otthon Keszthelyen máshol van a sörfőző, hogy problémája volt, én ezt egy Budapestre meg tudtam javítani, beállítottam neki, hogy milyen sör legyen, stb. Tehát, hogy így tök jól működik ez a része. Milyen típusú söröket próbáltatok eddig ezzel a technológiával létrehozni? Hát igazából ugye a házi sörfőzés... Alsó felső erjesztés. A házi sörfőzésnél ugye a felső erjesztés megy, azért mert az erjesztés ott közelebb van a szobai, meg pincei hőmérséklethez. Igazából most már dolgozunk rajta, hogy az erjesztés alatt is a hőmérséklet vezérelve legyen, tehát egy ilyen ütős megoldás. Viszont ha amíg nincs ilyen cumód, addig igazából a felső erjesztést úgy csinálni, tehát a röviden stoutot, IP-eket, ilyesmiket. Menjen tovább. Oké. Az a kérdésem, hogy tulajdonképpen akkor én is el tudom majd ugyanazt a sört fűzni, amit te, arról értem. Igazából nyilván a technológiai része az csak az egyik. Ahhoz, hogy igazán jó sört főzzél, az még a recepten kívül egy csomó minden befolyásoló tényező. Úgyhogy, hát hogy ugyanazt lehet oda főzni, hasonlót biztosan. Bocsi? Ezek hasonlókat. Igen, de mondom, igazából magának a sör minőségének csak egy kis szelete. Ez inkább maga az, hogy kényelmes legyen lefőzni. Még befertőződhet a sör, nagyon sok helyen el lehet rontani. Igazából egyszerűnek tűnik a folyamatok, de gyakorlatilag elég komoly kémia van mögötte. Igazából az elején bele kell raknom a manátát, tehát egy ilyen kb. Mondjuk 10 perc, és a végén van egy olyan fázis, amikor ki kell szelted a manátát, és a komlót hozzá kell adnod. De tényleg nem ezek a energiaigényes részei, így hogy már a hővezérlést automatizálva van, hanem az üvegmosás például, ami egy elég kényelmetlen dolog, illetve elmosni az egész rendszer. Azt kell tudni a sörfőzésről, hogy ha nem vagy elég stabil, akkor befertőződik a söröd, és kidobhatod az egészet. Tehát, hogy gyakorlatilag úgy képzeld el, hogy a forralás után ilyen gumikesztyűs művelet. Itt volt még egy kérdés. Igen, gondolkoztatok azon, hogy ilyen klasztertet adjuk, hogy mindenki is kialakítani. Mindegy ilyen brutes volt előtt ülve, több Régen gondolkoztunk azon, hogy magát a Brookkor igazából most már egy Heroku-ra kidiplojolt önálló alkalmazás. Igazából, ha a Spark-nak az ID-ját beadnád, akkor akármennyi device-ot okozhatna hozzá. És ki lehetne alakítani akár egy ilyen sörfőző közösségi oldalt, meg stb. Tehát így a határ a csillagosség tényleg. De nem. Clusterezni még nem kell. Mikor tervezitek, vagy folyamatban van-e egy állandó működés bármiféle módon, vagy egy modellüzem, vagy most hogy működik ez az egész fizikálisan, valójában? Most konkrétan, ha arra gondolsz, hogy az interfész ki szeretnénk próbálni, akkor nem, van egy... Nem, a rendszer. Tehát a rendszer az most folyamatosan működés alatt van, éppen most is eljött benne valaki. Nem, most épp szép van szedve. És két állás között, tehát mi az a kapacitás, amivel lehet számolni? Azt mondom, hogy nyárra én szeretnék ebből mondjuk egy tesztüzemet, akkor mi az, amit tudtok felvillantani? Hát konkrétan szerintem, ha arra gondolunk, akkor egy 4-5 óra lefőzni egy sört, hogyha az eljesztő tartályok mennyisége az végtelen, mondjuk feltételezzük, akkor hát ez egy 50 literes megoldás, ami minél erősebb sört főzel, annál kevesebb a kihozata, kb. 35 liter egy erős IP-nél, de nyilván akkor a tartályt építeszem, akkorát akarsz. De ez nem teljesen igaz. Jelenleg egy ilyen van. Egy ilyen van, és ez egyébként egy commercial megoldás, Brewmeisternek a Bayer megoldását másolja, ő 200 literig árulnak ilyen rendszert, úgyhogy konkrétan 200 literig tudsz ilyet építeni. Ezt mi megosztjuk össze, igen, teljesen. Itt volt előbb, jó. A
szerintem a legfontosabb. És hoztál te söröket? Jó kérdés. Ez mindig felmerül a baráti társaságban is, hogy miért nem hozok sört. Az a baj, hogy nagyon keveset tudunk főzni, és emiatt nagyon kevés jut rajtam kívül másoknak. Bocs, itt volt elebb egy kérdés. Lényegében ugyanazt akartam, hogy mennyi sört főzöl, és az a, annak mekkora része a, tűn a teszt? Konkrétan tényleg az, hogy mennyi sört főzöl, mi az erjesztőt tart egy műanyag, tehát nem egy drága dolog. Tehát ha van időd, akkor... De... Te mennyit főzöl? Mennyi a konkrét? Mi konkrétan, ez nagyon függ évszaktól, sok mindentől igazából. Nem Budapesten van a sörfőző, ahhoz is kell, hogy a baráti társaság összejöjjön, tehát nálunk nagyon sok befolyásoló tényező van ebben. Mennyi a tomás? Bocs, ott vagy hátul egy kérdés. A sörünket? Házi főzés nem lehet. Nem, sajnos nem főzünk akkor a mértékben. Jó, nyárra hogy látod jelen pillanatban, hogy... Nem, most komolyan, tehát most jók a fejleszt, nagyon jó, nagyon szexi, minden. A sör a lényeg, és általában valószínűleg a férfiak többségét is a sör ragadja meg, mint a mögötte lévő technológia. De a kérdés az, hogy ha nyárra azt mondom, hogy lehetne egy ilyet, több partnerre együttműködésében, akkor mi az, amit be tudnátok vállalni egy ilyen talán? Valójában. Nem fog tudni exakt számot mondani, mert őszinte legyek, nem célom, hogy felskálázzam magát a sörfőzést. Itt igazából maga a sörfőző a projekt, úgyhogy... Azt értem, de... Hát nem tudom, figyelj, fejmatek. Ha 2 literes tartályjal főzöl és 4 óra lefőzni egyet, szerintem elég nagy mennyiség. Szerintem én értem a kérdést. Az elképzelésetek, hogy ti odaadjátok a dokumentációt, és mindenki csinálja magának sörfőzőgépeket? Igen. Sörfőzőt minden háztartásban. Köszönöm. Okay, köszönöm.